Sziasztok! Na, elkezdtünk beszélgetni, és annyit beszélgetünk, amíg dühömbe mikrofont ragadtam, mert felháborító dolgok vannak itt a világban. Most végül is hány kényszer dolgot számoltunk össze? Hármat. Hármat? Négyet, nem? Hármat. Hát Na. három főt. Igen. Tehát. Jó. Ugye arról van szó, hogy kicsit olyan furcsán kifordult a világa néhány évvel ezelőtti önmagához, és itt csak néhány évről beszélek, tehát még csak nem is évszázadok meg, mit tudom én, hogy olyan, mintha valami titkos háttérhatalom országtól, határoktól, földrészektől független az egész földgolyón, vagy legalábbis az általunk jobban ismert részén, nyomná a hülyeséget, igaz? Igen. Olyan, hogy ne viselkedj úgy, ahogy szoktál, ne azt csináld, amit eddig csináltál, hanem, mert ugye mindenki azt mondja, hogy elfogadás. De hogy én értelmezem ezt a dolgot, itt nem az elfogadás irányába rohan a világ, tehát nem az a fontos, hogy te elfogadd azt a dolgot, ami körülötted történik, hanem inkább abba az irányba megy, hogy Letarolás. nem is az, hogy letarolás, nem azt akarom mondani, hanem hogy térj el a normálistól. Mondhatnám úgy, hogy menjen el az eszed, de ja. Szóval érted. És vannak olyan trendek, amiket nem értünk. És nem azért nem értünk, mert előítéletesek vagyunk, mert hülyék vagyunk, mert nem tudom, mi bajunk van, hanem azért, mert az nem világos, hogy miért kell erőltetni. Na, mik ezek a trendek? Tehát, hogy ami talán most itt a legfurcsább, az az LMBTQ, ugye? Hogy lassan már ott tartunk, hogy Luther Mártont betiltják, a nem tudom mit, mindent betiltanak, tehát nem azt tilt, hogy mondjam, tehát nekem ami fura, nem azt tiltják be, vagy nem azt büntetik, vagy nem azt nem az ellen szavaznak, ami azt mondja, hogy az LMBTQ rossz, hanem mindent szavaznak, ami azt mondja, hogy a normális jó. Igaz? Tehát most ott tartunk, igen, hogy, igen. Hogy a vallás azért nem jó, mert kimondja, hogy férfi és nő. Tehát innen kezdünk, meg van büntetve. Összegezzünk egy kicsit, hogy kedvet csináljunk a nézőknek, én azt mondom, vagy a hallgatóknak. Ugye három fontos témáról fogunk most itt beszélgetni. Az első ugye valójában ez igen, hogy egyszerűen neked minden egyes olyan dolgot, ami számodra mondjuk nem kívánatos, vagy egyszerűen nem abban az ütemben szeretnéd elfogadni, mindenképpen el kell fogadnod, hogy De nem is az LMBTQ nem az tartalmat fogyasz elfogadás. Hollywoodon. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy a házasság férfi és nő között, akkor basszus, nem mond rossz dolgot. Érted? Igen. Tehát akkor most azt írtsuk már ki, mert ódivatú. Tehát nekem az a furcsa, hogy ez úgy hangzik, mintha ezzel valami gonosz dolgot mondott volna. Érted? Nekem itt ez a furcsa. Nagyon-nagyon offenzívek ezek a dolgok. Igen, jól fogalmaztad. Hogy, igen, hogy, igen. Hogy az a helyzet, hogy az egyik oldalról megvan ez az elvárás, hogy ugye van ez a mém, tudod, hogy ha nem fogadod el, hogy én liberális vagyok, akkor te egy rasszista, fasiszta, meleggyűlölő, homofób, nem tudom milyen izé vagy, tudod, tehát hogy az egyik oldalon megvan ez az elvárás, hogy te bizony fogadd el, hogy én milyen vagyok, a másik oldalról pedig, aki ezt elvárná, vagy el is várja, az meg valamiért nincs tekintettel arra, hogy én mit gondolok erről. Igen, és igen, egyszerűen igen. Nem is az van, tehát hogy itt már nem az van, hogy leülünk beszélgetni, és megpróbáljuk az érveket egyeztetni, hanem nem hallgatjuk meg a másikat, igen, és csak egy mondjuk rendkívül az általános szöveget. És egy rendkívül agresszív módon. Igen, igen, egy dzsihád gyakorlatilag. Igen, igen, tehát, igen. Hogy igen, hogy engem, érted, mert az, hogy ő mit csinál a hogy higgyek ezt a hálószobájában, semmi közöm hozzá. Ez tény és való. Nem is akarom, hogy legyen közöm. Jót csináld. Te se szózol, hogy én mit csinálok. Csak az, hogy azt mondani, hogy minden régi érték ezáltal pusztuljon. Igen. És írtani, és meggyalázni, és azt mondani, hogy akkor vége, de igazából ez nem az LMBTQ-ról szól, ez a legdurvább, hanem hogy akkor mik vannak még, miket gyűjtöttünk még össze? Itt ugye alapvetően, ugye visszareflektálnunk, hogy Bandi, neked van egy korábbi videód, ahol az embernek a természetéről beszélsz, és ugye abba fogalmaztál meg két fontos tételt, hogy milyen jó kis egyetemes volt,
Tehát, hogy gyakorlatilag ugye az emberiség az alapvetően két ösztöne van, minden egyes tevékenység, cselekedet, amit te hatalmas, nagy, szent feladatodnak tekintesz, minden kurvára egyszerűen visszavezethető két fontos ösztön felé, a létfenntartás és a fajfenntartás felé. És gyakorlatilag itt ugye most az a három fontos topikunk, ugye az egyik ez az MBTQ-s dolog, amivel a fajfenntartásunkat kérdőjelezik meg, és egy ilyen lelkiismeret furdalás generálnak az emberben, hogy is mondjam, lelkileg megadóztatnak. A másik pedig a létfenntartás maga, ami gyakorlatilag most a koronavírus, ugye a világjárvány, tehát most jelenleg ugye van ez a vírus a világban, és ezzel kapcsolatban olyan fejetlenség uralkodik, hogy az valami hihetetlen. Tehát eddig ugye volt olyan, hogy valaki olt, valaki nem olt. Ugye vannak az oltattak és az oltatlanok. Na most már olyanok vannak, hogy nem mindegy, hogy hányszor oltasz, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolsz erről, hogy Most te egyszerű. érvénytelenítették a két oltást, most jön a harmadik Igen, és nem kötelezettsége. tudsz egyszerűen jól cselekedni, Aki mert beteg volt, gyakorlatilag. annak a antigénjeit már nem fogadják el, az antitestjeit, Igen, tehát tehát az annak már ellenére, hogy hirtelen már nem működik. igen, pedig ugye tudjuk, hogy akkor védett, tehát... És gyakorlatilag lelkiismeret furdalásod van még három oltással is, hogy a kormányunk nem csatlakozik fel elég gyorsan a sztenderdekhez, és miért nincs már a negyedik oltás Igen, anyósom ma kötelezőben. volt oltatni, harmadik oltást, és közölték vele, hogy hát akkor negyedikre jöhet 3 hét múlva. Hát nem 4 Igen. hónapokat kell várni. Mi van? Kinek Igen, van itt mi? igen. Én meg ugye itt vagyok a másik oldalon, ugye rólam tudni kell azt, hogy én nem vagyok oltva, és ugye most pont aktuális ez a történet, mert ugye most vagyok karanténban én, ugye? Tehát most, mikor is? Hétfőn teszteltek, ugye egy pozitív tesztem lett. És ma van Elég pénteken. erő, ők azt mondták, hogy elég erősen pozitív a teszt, és ugye itthon kell maradjak, és már konkrétan a házi orvos gyógyszert is fölírt, és minden ízet, és akkor megkérdezték, hogy és mik a tünetek. És én meg így ültem, hogy hát szívesen beszedem a gyógyszert, csak nincsen mire, mert nincs tünetem. Jaj, doktor úr, És majd mama 14. palacsintáját, már nem bírom letuszkolni. igen, kicsit, mintha étvágytalan lennék, mert úgy érzem, hogy igen, tehát, hogy, és például nekem az van, hogy itt is egy kicsit ez a józan ész, mint hogyha eltűnne. Ugyanis Totál. én, mint oltatlan, például, hogyha most ennyire társadalmi helyzetekről beszélgetünk, akkor én, mint oltatlan, senkit nem ítélek el, de senkit, tehát, hogy egy negatívum se hagyja a számat afelé, vagy az iránt, aki oltat. És nem érdekel, hogy kétszeresen, háromszorosan, nyolcszor, mivel oltat, stb. Hidegen hagy. Tehát Várja, nekem várja, nagyon várja, az a sok baj, hogy ezt barátom. az egész gondolkodást, amit te most ki akarsz fejteni, megölték ott, hogy mindenki fertőzhet mindenkit. Tehát ha nem vagy Igen. oltott, ha oltott vagy, megfertőzhetsz bárkit, ha nem vagy oltott, ha oltott, elkaphatod. Tehát minden végig megy, csak elvileg az oltottsággal, elvileg picit enyhébbek a tünetek. Ennyi. Igen. Tehát Igen, ilyen... csak én ugye azt mondom, hogy nekem például nagyon sok ismerősöm mondta, hogy én például ugye túlsúlyos vagyok, és ezért nekem muszáj oltatnom, mert bele is halhatok ebbe a dologba. Na És most... egyszerűen most is az van, hogy mindenki kérdezte, hogy én jól vagyok-e, mert hogy ez ne aggódjak, nem fog sokáig tartani. És így tudod, így ültem itt, hogy hát biztos, hogy ők nagyon tudják, biztos, hogy tudják, hogy én mennyire vagyok szarul. Levente, én kétszer Mondom. estem át ezen a betegségen magán. Én kétszeresen oltva is vagyok, tehát az megint két dupla fertőzés. Ezt elég szépen túlsúlyos vagyok, és nem haltam meg egyszer sem. De is Igen, igen, nem igen. tudok róla, úgy meghaltam volna. Na szóljál már akkor, nem beszélek tovább. Igen, tehát hogy alapvetően, és megint ez a tehát hogy az embernek a saját tapasztalása, nekem ebben az egészben az fáj a legjobban, hogy én most mondjuk így nem tudnék kiállni valahova, és elmondani, hogy mik az én tapasztalataim mondjuk a vírusról. Mert lekapcsolnának a picsába. És nem az lenne, tehát hogyha én most mondjuk kiállnék valahova, mondjuk, vagy elmen, nem tudom, te tartanék egy 50 fős beszédet,
Jönne a tech, aztán az énének soha többet nem kerülni elő. Igen, és az a durva, hogy az én általam ismert ismerősök, barátok, stb. Az fájna a legjobban, hogy ők nem azt mondanák, hogy Levikém, akkor meghallgatunk, hogy érted rajtad, hogy esett át ez a dolog, hanem elmondanák, hogy én hazudok. Mert de, hogy de ilyen figyelj, nincs, hogy de, valaki de ezt észrevetted, hogy amellett, hogy semmilyen felelősséget nem vállal senki, se az oltásgyártók, se a kormányok, se az orvosok, amellett, hogy valójában biztos információja senkinek nincs. Hát ő, igen. Nem tudjuk ő, úgy gondoljuk ő, hogy azt hiszük ő, hogy talán... Akár még esetleg hogy talán. talán ő. És itt nagyjából vége az információ érdemi részének. A többi az melléveszélés. Hogy nem tudjuk igen, ő, tehát, vagy mi a biztos ő. Nincs olyan, és ugye a tudományban mindig ez a legszebb, amit ugye mondanak, hát mi is ugye azért elég erősen szeretjük a tudományt, a technológiát, stb. Stb. És azért egyikünk se oltástagadó, tehát én is be vagyok oltva, meg ezért most nem a Covid-dal, de minden mással, én meg Covid stb. ellen Stb. kétszer. Stb. Igen, és... De tudod, hogy miért oltattam? Hát, hogy ne korlátozzanak. De hogy is, azért, mert én Pfizer-t kértem, azt is kaptam, és nagyon bíztam benne, hogy lesz valami viagrás mellékhatása, mert ezt is a Pfizer gyártja. Akkor a tapasztalatodat kérlek a másik videóban majd oszd meg ezzel kapcsolatban, hogy le. Hát ha már majd nem igen. tudok, talán a harmadiktól már nem tudok majd hason aludni, akkor onnan minden szép lesz. Doktor úr, a férjem állandóan szexelni akar, napi 12 órát áll a pénisze. Mit tudna ajánlani, doktor úr? Hát, tudom, megadom neki a feleségem telefonszámát. Na, igen, és mi tehát volt a harmadik? És ez egy... Engedjük el ezt a Covidot, mert nem jutunk túl rajta. Jó, tehát ugye volt a létez a fajfenntartásban való lelki adóztatás, és van egy harmadik, ami a közlekedés, és ugye ezt azzal kezdeném, azzal nyitnám gyakorlatilag, engedd meg nekem, Bandi, ezt a gondolatot, kérlek, hogy... Várjál. Ladies and gentlemen, let me introduce you the new version of Theory of Leviathan. Okay, we are listening you, my friend. Egy darab gondolattal indítanám a történetet. Az én 2004-es Toyotámat le kell váltani, mert hiszen Euro 4-es besorolású, és nem tesz jót a környezetnek, és megölök vele. Gondoljak, amikor beindítom a motort, akkor gondoljak a 150 ezer kilométer körzetben élő csecsemőkre, kisgyerekekre, akiket én ezzel halálosan megfenyegetek. Eközben a klímakonferenciára minden egyes vezető saját géppel érkezik. Köszönöm, megnyitottam. Hát figyelj, a mondat, vagy a témánkat. Bele gondolsz, hogyha óvodások közé hajtaná az Euró 6-os autó, de nem utolnának annyira, mint Euró 4-esek közlekedsz, nem? De... Igen. És? Igen. És a három teóriában az a közös, hogy helyszíntől, politikától, regnáló pártoktól, kormányoktól és államfőktől függetlenül minden országban ilyen ez a hülye hiszté van. Mind a három témában. Pontosan. Hogy vegyetek 10 milliós, 20 milliós új autókat, elektromos autókat, amik teljesen használhatatlanok a céljaikra, meg oltassatok, bár nem tudjuk, hogy kell-e vagy nem meg. Szóval olyan értelmetlen döntéseket nyomnak mainstream, de tényleg ilyen világhatalmak, nem ilyen közös döntéssel. Hogy hát nem mi mondtuk, igen. Nem mi találtuk ki, de aki nem hagyja végre, a szájba valahonnan jövő. Jött, és ezt most nekünk be kell tartani. Igen, de ha nem hagyjátok végre, akkor szájba lövünk benneteket. Kizárunk igen. Azt a társadalomból, igen. Nem ehettek, nem ihattok, nem fogyaszthattok, nem vásárolhattok, nem járhattok iskolába, nem dolgozhattok, nem közlekedhettek, amúgy minden más. És miért van és az, ugye hogy bár... ezek... Igen? Hogy egy nagyon érdekes dolog, ugye, csak én szoktam követni néha így az elektromos autós posztokat, meg hát ugye valamilyen szinten ugye azért hogy mondjam, kötődöm az akkumulátorgyártáshoz. És, meg amúgy szerettél volna egy Lexus-t magadnak, amiben van egy 50 kiló aksi.
Igen, Ja nem, igen, meg jó Cambridge-e lett lettél volna, hogy volna, bocsánat. hát egy Camry-t akartam volna, igen, csak kicsit azt mondja, hogy tehát egy második autót vettem volna az akkumulátorjavításban, na mindegy. Tehát, hogy nagyon sok, ugye reális, tehát aki reálisan gondolkodik erről az elektromos autózásról, meg mindenről, és aki ténylegesen mondjuk tegyük fel egy mérnök, vagy hozzáértő, ő már elismerte, nagyon sok egyébként ilyen influencer is, stb., és nem fog neveket mondani, mindegy, hogy ugye első rendű autóként ezek nem használhatóak, viszont ugye, ha valaki megteheti, akkor ugye városi autónak, második autónak, kis futkározósnak, ugye az elektromosnál jobb nincs. És ez teljesen rendben van, csak akkor megkérdezem, hogy a környezetvédelemhez, akkor az miért környezetvédelem, hogy én egy autó helyett most már akkor kettőt birtoklok, és kettőt kell legyártani, tehát kétszer annyit fogok használni, mert ugye akkor ez lenne a legjobb, hogyha én ugye gyakorlatilag két autót tartanék, egyel csak kifejezetten hosszú távon közlekednék, egyel meg be a városba. Bárhogy is vesszük, iszonyú mocskos undorító környezetszennyezésre szólítanak fel. Igen. Ugye hát nagyon jó megfogalmazták az interneten többen is, ugye főleg YouTube-on, hogy nagyon jó, hogy a Günther vesz egy új elektromos autót, ami tiszta, csak az a német barna szén erőmű, amivel áramot megtermelik, az szennyezi olyan hány inger módon a környezetet, amit nem szabadna engedni. Tehát... Pontosan. Nem jutottunk egyről a kettőre az elektromos autóknál sem. Persze, hogy ez a jövő, csak nincs meg hozzá a technológia, és elkapkodták. Elkapkodták, hogy a Hyundai beszünteti ugye a motorok fejlesztését, a belső égésű motorok fejlesztését. Hogy a 10 autóból már 8 ilyen-olyan, hát most ezek a lágy hibrideket hagyjuk, ezek nem autók. Tehát gyengebe... Hát a fogyasztásodat nem úgy, egy picit, nem igen, úgy, tehát ez nagy. Nem úgy, hogy van egy értéktelen aksi ezzel a 30 kilométerével, cserébe meg egy sokkal gyengébb gagyi motort kap mellé, ami nem... húzza az autót. Ezért akartam a Lexus-t megvenni, mert van egy 300 lóerős alapvető erős motor, és akkor hozzá egy kicsit a fogyasztás csökkentő akkumulátor. Igen. Na, úgyhogy... Ezért lett volna jó, vagy lesz jó. Meg amit én még akartam nagyon-nagyon ezzel kapcsolatban mondani, és most szószaporítást csinálok, mert elfelejtettem, hogy várj egy kicsit. Ja, jó. igen, tehát, hogy amit mondta a technológia, nagyon-nagyon jó, hogy ezt említetted, ugyanis azért azt ismerjük fel, hölgyek és urak, főleg az ilyen sötét zöldek, hogy ugye eddig azért megvolt a market share, nem tudom, tehát a piaci részesedése a különböző gyáraknak, ugyanis ugye az autó a közlekedésben ugye használtuk a, nem tudom, tüzelőanyagokat, benzint, dízelt, stb. Most gyakorlatilag ehelyett áramot használunk. A járműveink egyre inkább high-tech-ek, egyre több processzor, egyre több informatikai elem kerül bele. Az okos házaink, a napelemrendszerek, a nagy megmentők, ezek mind-mind-mind rengeteg sok informatikai elemet, hardware, processzor, stb. Tartalmaznak, illetve ugyebár egyre több fajta telefon, egyre több telefon készül, ami ugyanúgy nagyon sok processzort és minden tartalmaz. Na most az a nagyon jó, hogy az informatika, a számítástechnika és a közlekedés rácsatlakozott egy darab olyan fémre, amiből kurva nagy hiány van a világon, és ez a lítium. És amikor azt mondják... A lítiumbányákat világszerte kivásárolták a kínaiak. Igen, legfőképpen, és amikor mondják, hogy az autódat nem kaphatod meg, a PS5-ödet nem kaphatod meg, a telefonodra várni kell, mert chip hiány van. Ez azért van, mert az autók, a konzolok és a telefonok, a számítógépek, az okos otthon eszközök, a napelemrendszerek, a minden egyes ilyen nagyon-nagyon jó dolog, ez most egyetlen egy darab erőforráson osztozik, a lítiumon, és ebből hiány van. És nincs ez bizony nincs bevethet. Az, hogy brit tudósok mit kísérleteztek ki, amiből 2583-ban lehet valami, nem érdekel. Hadrafogható. Abban nem tudsz több milliárd processzort legyártani. Hadrafogható. És értsétek meg. Technológia nincs. Hát és ugye most pont volt egy hír, hát ugye ezt azért szerintem mindenki hallotta, hogy ugye az Xbox várra, a Series X-re, meg a PS5-re ugye fél éveket, évet várni kellett. Illetve ugye nagyon sok autót egyszerűen hiába előrendeled, és egy év mire megkapod a szuperbenet, vagy a bármit. Mindegy. Amerikában
egy másfél vagy akár 2 év is lehet. Ugye Amerikában például, segíts nekem, melyik az a hatalmas nagy borzadály, nagy luxus terepjáró, ami amerikai márka, nem Cadillac. Ford F-150 de, GMC. Ke, de, 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 de. Nem, a Cadillac Escalade. Escalade, igen. Az Escalade, az most nem is tudom, hogy valamilyen extra nélkül jött ki. Ezt hallottam, nem már tudták, volt, amelyik mert... mondták, hogy ha kell neki sürgősen a kocsi, akkor nem kap bele ülésfűtést, tolatóradart. Igen, 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 igen. Tehát, hogy mit, ilyen... Most azért, amikor értitek, tehát, hogy egy 5,5 méteres autóban egy tolatóradart kihagyni. Az még hagyjam, hogy 5,5 úgyhogy... méter, de 2,5 méter széles, vagy nem tudom, tudom, nagy dög. Tehát. Nagyon széles, nagyon-nagyon drága. Tehát, hogy ott a meghúzás az nem olyan a sarki. Mindegy, tehát itt az a lényeg, hogy már nélkülözés folyik, már nélkülöz az ipar. Tehát, hogy már bizony ezeket a szaros technológiákat, a zseniális, ami gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy az elavultatás miatt ugye bár ezek romlanak el elsőként, és nagyon sokszor az autó működése ezekhez van kötve, tehát ezeket meg kell csinálni. Ezek gyakorlatilag, ezeket most vissza kell szorítani, amiket gyakorlatilag most volt egy ilyen arany 5 év, vagy arany 5-6 év, ezek a nagyon úgy 2016-tól gyártott ilyen faceliftes autókban van ugye nagyon sokszor mindenféle fiszenfaszom extra, és ezeket most el kell bizony venni, mert nincs rá kapacitás, nincs chip, és nem tudják kiadni az autókat. Tehát mindent összefoglalva, jussunk már tovább, hogy ami zavar minket az, hogy worldwide folyamatok mennek most tönkre, ugye? Tehát, igen, hogy, igen. Hogy most itt nem arról van szó, hogy a helyi hülyeség, hogy a mi pártunk, a mi kormányunk, ami... Nem, az egész világ meghűlt, mindenhol ugyanazokat a nyomorékságokat szajkoznak, és mindenhol csődbe megy minden. Tehát nem tudom egyszerűbben, szebben megfogalmazni. Hogy kitalálják, igen, a pontosan. Létező legnagyobb marhaságokat, és aztán adják egymás alá a lovat. És vajon miért lehet ez? Ezt nem tudjuk, és erre nem tudunk rájönni már egy jó pár éve. Ugye? Mert Bandival azért, mert ezt egy jó pár éve beszélgetjük és tanakodunk rajta, és nem tudjuk, hogy a logikátlan hülyeségek, tehát mint például ilyen az elektromos autó, az a helyzet, hogy amit én például észrevettem, hogy a világon két nagyon nagy, az elmúlt pár évben két hihetetlen nagy csoport kapott szerepet. Az egyik a tudósok, igen, és a hozzáértők, a másik pedig a politikusok. És az a helyzet, hogy amit nagyon sok ember nem vesz észre, hogy a tudósok egy csomószor szögegyenes más mondanak, mint a politikusok. Ilyen például az elektromos autónál, hogyha meghallgattok egy jó pár hozzáértőt, akkor pontosan elmondják, hogy nem biztos, hogy környezetkímélőbb, nem biztos, hogy ez, nem biztos, hogy az, és nagyon-nagyon jó előadások vannak erről, amikor bizony hivatásos emberek beszélnek arról, hogy az nem oldja meg cseppet sem a környezetszennyezés problémáját, mondjuk, hogyha minden most ilyen elektromos izébe, katyfaszba fordul át. És ezzel szemben a politikus pedig azt fogja mondani, hogy már pedig az kurvára megoldja a dolgokat. Igen, igen. És én most ezt vettem észre, hogy mindennel kapcsolatban ez a két oldal van. Igen, de miért? Tehát miért van az, hogy a politika mindig felírja izét? Felülírja a józanészt. Józanságot. De mondom, worldwide. Tehát nem arról van szó, hogy a helyi. Tehát én azzal van, hogy amikor Kim Jong-un csinál valami hülyeséget Észak-Koreában, akkor le van hülyézve. Érted? Hogy tehet ilyet? Hát de értem én, hogy te Kim Jong-un-t hülyének nézed, de könyörgöm közben, hogy ugyanazokat a fasságokat csinálod worldwide és nagyon sok mindenben. Ugyanazt a fasságot hajtogatjátok ezer másik dologgal kapcsolatban. És nem értjük, hogy mi ez a világ összeesküvés, hogy minek kell ezt tekinteni. Mi ez? Mi ez, ami arra sarkalja az embereket, a teljes szerte a világba, hogy logikátlan döntéseket hozzanak. És teljesen feladjuk a gondolkodást, mert nincs ötletünk sem. Tehát ilyet én még nem gondoltam volna egyszer, hogy azt fogom látni, hogy az emberek hülyeségeket beszéljenek, és nem csak az, hogy hülyeséget beszélnek a politikusok, hanem mi ezt el is fogadjuk. Tehát harcolunk érte. Ezt akartam mondani, ami megijeszt, ami nagyon-nagyon megijeszt, hogy,
hogy ami most engem ténylegesen kurvára elborzaszt, az az, hogy politikusok mindig beszéltek hülyébbnél hülyebb dolgokat, ezt tudjuk. Tehát, hogy azért, hogy neki pénze, hatalma, nyeresége legyen, az bármeddig el tudnak menni. Ezt a Persze. történelem során pontosan tudjuk. Na Királyok, hát. császárok, hadvezérek, stb. Na de az, hogy a mai modern nép, mert könyörgöm, amikor 1462-ben azt mondta a nem tudom melyik lelki vezető, hogy a föld az bizony lapos, meg leesel a szélén, akkor nem tudtad te, mint átlag paraszt, bár bocsánat, vagy jobbágy, nem tudtál ezzel az információval mit kezdeni. Miért, honnan cáfolnád meg? Kit kérdezel meg? Jött egy vándor, és akkor ő elmondta, hogy nem igaz. Na most akkor kinek hiszel? Az oké. Okay. De amikor a mai modern világunk van, és minden egyes információ hivatalos forrásból elérhető, utána nézhető, visszaellenőrizhető, és a De a józan ész alapján... hivatalos forrás nem tudod megkülönböztetni. Azért, mert azt írta az internet. Érthetett. Hát most azért vannak ilyen tudományos kutatási de az eredmények, a maga, a nép egyszerű gyermeke sajnos már nem tud különbséget tenni. Igen, csak ezt akarom mondani, hogy ilyen a butaság, tehát ez a butaság, hogy itt van minden egyes eszköz a kezünkbe, hogy utána nézzünk valaminek, és nem tesszük meg, mert még mindig hiszünk a politikusoknak. Ugye? Még mindig, és engem ez borzasztja a legjobban. Persze. Figyelj! Ha belegondolsz, akkor a politikusokat már nem úgy tekintik, hogy az ország vezetői, komoly állam fők és férfiak és nők, akik döntéseket hoznak és az életünket határozzák meg, hanem ilyen valóságsók. Valóságsó hősök. Érted? Tehát ott van egy Trump, aki egy gyönyörű örökségből egy még gyönyörűbb örökséget csinált és összehozott 6-7 milliárd dollárt. És akkor is csak egy hiába kőkemény gonosz üzletember, de politikusnak csak egy bohóc volt. De olyan jól bohóckodott, hogy meg kellett választani. Igaz? Igen. És utána ugyanúgy megosztó volt. Hogyne, hogyne. Tehát érted, de ez ilyen emberi logika. Csak itt a felelősség igazából az lenne, hogy mi ne engedjük ezeket a bohócokat. Csak mondom, itt ugye azért buksz el, mert a helyi ember melletted ostoba, mint a föld, és ezekre a bohócokra van kiélezve. Tehát Magyarországon a Mónika Show-t 3,5 millióan nézik, a Mindentudás Egyetemét meg 3,5 ezeren. Érted? De ez marad örökre, így választunk politikusokat is, ez a tudatlanság és ostobaság gyűrűzik körbe a földön minden témában, és úgy néz ki lassan már minden országban, tehát ezért mondjuk ez nem igaz, de Magyarországra hatványozottan igaz, de úgy látom az USA is, bár ott azért még van egy fundamentum, egy gazdasági alap, ami megmenti az országot egyelőre, nálunk nincs meg, mi döglünk éhen, és az emberi butaság az, amire lehet építeni ez az ős fundamentum, és a háttérhatalom pedig nagyon nyomja azokat a tendenciákat, amivel a társadalom kohézióját le lehet építeni. Tehát a gondolja bele, hogy egy olyan filmre, amiben a kőkemény viking harcos oda csap a baltájával, hány olyan jut, amikor a nem kőkemény harcos nem csap oda, hanem beszéljük meg a problémát, depi vagyok, öngyi leszek, és hi-hi-hi, ha-ha-ha, vicces film. Igen. Érted? Tehát így ez borzalmas, hogy a minták, az új minták, amik rögzülnek a mai fiatalság számára, azok nem az egyenlőségről fognak szólni, tehát nem azt mondom, hogy a meleg egyenlő jogú velem, nem azt mondom, hogy a fekete egyenlő jogú velem, meg nem tudom, a elektromos autó egyenjogú a belső égésű motorral, hanem hogy a debilitás, a dezorientáció, a szétszórtság, az ostobaság, a felszínesség utat talál magának, és uralomra tör minden felett. És a gyerekek, azért az durva, most csak úgy eszembe jutott egy példa, hogy ugye amikor ugye volt ez a George Floyd, tudod, ugye persze, a feka srác, akire ugye rátérdeltek és meghalt, és hogy ott, amikor feketék Amerikában
körbe mentek az utcákon, és a fehéreknek mondták, hogy csókolják meg a cipőiket, meg térdeljenek le. Mert hogy a te ősöd 500 évvel ezelőtt elnyomta az én őseimet 500 évvel ezelőtt. És akkor, tehát mi van? Miről beszélgetünk? És akkor ez alapján én, most ne haragudjatok, én simán el tudom képzelni, jó, most ugye a kormányom nyilván ez ellen van, mert hogy az nagyon, de hogy alapvetően mondjuk jön egy LMBTQ-s csávó, akinek a farka kilóg a nadrágból, és mondjuk lánynak van öltözve, és zászlóval, stb., és jön veled szembe a vesztembe, és ha nem szopod le, akkor ki leszel tagadva ja, a civilizációból, a vagy meg leszel társadalomból. Fenyítve. Igen. Igen. Nem És bizony, hogy te igen, nem fogadod el. Igen. És a nem normális viselkedéseket, mondom, az szüli, hogy valamiért nem egyenjogúságot, meg nem elfogadást erőltetünk, hanem az egyöntetű uralmat. Hogy akkor csak a meleg jó, a heteró nem jó, csak a villanyautó jó, a belső égésű nem jó. Mindig és... eltessünk a ló másik oldalára, de, mindig. De, nem mondom, tudunk rajta megjönni. Ezek valamiért háttérből vannak, ja, és csak a Covid létezik, mint betegség. Tehát akkor más betegség nincs, akkor a rákosokat hagyják meghalni, mert Covid van. Érted? Tehát... Szó szerint, hogy nincs műtét, nincs izé, semmi, nincs, meg Covid van. Igen, és nem értem, hogy ezeket az egyértelmű súlykolásokat, amik törvényi erőre emelkednek, és pusztítják azt, aki esetleg szólna, hogy hoppá, rossz irányba megyünk, hát fordítunk a lovon, hogy ezt hátulról akik nyomják, mit akarnak elérni. A világ szétzüllesztését és elgyengítését. Gratulálunk, sikerült. Tehát a hülye egyre több, a gyenge ember egyre több, és a káosz egyre nagyobb. Tehát gratulálunk, ez sikerült. Igen. Sikerült, hogy... És ami a legrosszabb, hogy mivel, hogy én teljesen, és most végül mondom újra, mert így lenne értelme mondani valamnak, rohadtul nem érdekel, hogy a szomszédomban melegek vagy heterok, rohadtul nem érdekel, hogy a szomszédomban covidosak vagy influenzásak, vagy éppen zsíregészségesek, és nem érdekel, hogy villanyautóval járnak, vagy dízellel, vagy benzinessel, vagy LPG, vagy EPG. Mert ezeknél néha még az is fontosabb, hogy kijött-e az aranyerem, hogy beütöttem-e a lábam kis ujját az asztal sarkámra, hogy holnap miből adok enni a családomnak. Szóval a legnagyobb baj a tematizálás. Hogy erről beszélünk teljesen fölöslegesen, holott ezek kurvára nem fontos dolgok az én preferenciámban. Igen. Igen. Tehát ezek a figyelmemnek így együtt, jó, mondjuk kocsik nem annyira, de hogy az egész együtt mondjuk 5%-a a figyelmemből. Mert nekem van egyéb problémám, köszönöm. Mégis ezek a témák vezetnek minden hírportált, ezek a témák, amiről szabad beszélni, és naponta, ha nem foglalsz állást, akkor fenyítve vagy. Érted? Tehát itt az a igen, baj, hogy a font, igen. Az, hogy Magyarországon lassan 90%-a a GDP-nek az államháztartási, vagyis a teljes adósság, és valószínű, hogy államcsődöt kell, hogy jelentsünk majd, és egyenes ágon tartunk egy hiperinfláció és teljes elszegényedés felé, és mi lehetünk Európa Banglades-e, nem beszél senki, mert megvannak a témák. És ha, igen, és igen. ha esetleg valaki... Mit tudom én, valaki, a tömeg egy része, tehát egy 50-100 000 ember már túllátna ezen és próbálna túllépni, akkor csinálnak majd egy új ilyen témát. Akkor majd és tudod, mi a az iromba házi cicák nem élete lesz a fontos, csak beszéljünk másról, nem? Igen. Igen. Hogy képzeld el, hogy most ugye én például, csak ez is azért egy számomra egy elborzasztó dolog volt, hogy én kaptam egy levelet Ádival, ugye öcsémmel együtt, mert 25 év alatti vagyok. Igen. Ugye van most egy új törvényhozás, miszerint a 25 év alatti fiatalok, ha munkát vállalnak, és átlag kereset vagy az alatt keresnek, akkor ugye a személyi jövedelemadót nem veszi le a munkáltató. Na most, amilyen formában, tehát erről kaptam egy levelet egyébként drága miniszterelnök úrtól, hogy
amilyen formában ez a levél íródott, gyerekek, tehát Csókol gondolom, hogy most bátyád nem Viki. valaki. Nagyjából. Tehát, hogy az az egyszer, tehát amikor én olvastam, gyerekek, én annyira hülye, buta parasztnak éreztem magam. Tehát nagyjából, mintha Mátyás királytól jött volna a levél. Hogy egyszerűen valami hihetetlenül megrémisztett, hogy beszél velem, és sok mással is ez az ember, vagy ez a párt, hogy mennyire hülyének vagyunk nézve. De bejön. És hogy ezt akarom mondani, hogy nagy valószínűséggel a nagy többségnek ez úgy megy át, hogy zseniális. Tehát az volt a levélben, hogy a jövedelmi adót természetesen ugye nem kell levonni, átlag keresetük, stb. Hiszen a koronavírus, most figyelj, a koronavírus után a gazdaságot újra tudtuk indítani. Ez állt így a levélben. Ad egy A még nem múlt koronavírus el. után. Ad egy még nem múlt el. Érted? Ad kettő, a gazdaság halott. A magyar gazdaság Koronavírus halott és után, amikor élvezi. negyedik oltásról, ötödik hullámról beszélgettünk, és arról, hogy oltás nélkül nem tudok elmenni egy kibaszott koncertre. És Nem nem tudok tudod elmenni megmondani, mikor sehova. lesz vége. Ugye. És nem tudom megmondani, mikor lesz vége, és ebben élek benne. És ennek ellenére idejön, és azt írja, hogy a vírusnak vége, és újraindították a gazdaságot. Amikor benne élek ebben a szarban, és pontosan tudja, de nem érdekli, mert tudja, hogy a nagy többség, és ez az ijesztő, hogy a 25 év alatti, tehát a jövő generációja, az elvileg nagyon okos, és nem hülye. A jövő generáció 25 év És alatt a saját segét nem tudja kitörölni. borzadály, borzadály, gyerekek, A saját borzadály. segét nem tudja kitörölni, arra vágyik leginkább, hogy 3 napot eltöltessen a plázában, és a különböző boltokban felelőtlenül költekezhessen, és elmondhassa, hogy milyen cuki mencérúci van rajta. És Igen, valahogy igen. TikToker sztár legyen, de egy önálló... Tudod, hát TikTok kurvák most ilyenek, hogy meg nem tud szólalni buta picsája, kirak csöcspina, és valakinek a zenéjére vagy dumájára tátog. Fölmész a Igen. TikTokra, 10 videóból 9, hogyha a magyarokat nézzük, tátogó picsa. Mozog a szája, nem adja ki a saját hangját. Utána, ó, bazd, milyen jól lát, gyönyörű, ú, feszes mellek. Tekergetem a videóit, nem hallottam az ő hangját. Nem derült ki, hogy beszél. Mert tátog a Igen, nyoma nagyon durva. égen. Hát meg ugye a másik, csak ugye a fiatalokkal kapcsolatban, ugye most már egy teljesen más közvélemény van ugye a vakcinákról, meg az oltásokról, mint ugye ezelőtt egy évvel mondjuk. És ugye alapvetően, amikor ugye ezek a vakcinák, ezek eljöttek, meg stb., akkor ugye az volt, hogy fölvehetik azok, akik idősek, veszélyeztetettek, stb., és akkor úgy megyünk visszafelé. És nekem nagyon-nagyon sok ismerősöm volt, akivel így beszélgettünk, és ugye én csak így a józan logika alapján értem, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez biztonságos, stb., meg mit tudom én, bennem azért megvolt az, hogy könyörgöm, nem tudjuk. Mert nem telt el még az a mennyiségű idő, ami alapján minden mellékhatást megismerünk. És akkor is azt gondoltam, most meg, hogy átestem rajta, főleg azt gondolom, hogy egy koronavírusért én nem fogok oltatni. Azért, tehát egészségügyi szempontból. Mert hogyha mondjuk egy lepra lenne, vagy valami, mit tudom, pest is, vagy ilyesmi, hát akkor nyilván oltanék, mert akkor nem érdekelnek a vakcina mellékhatásai, túl akarom élni a bubópest is mondjuk. Igen, igen. De az, hogy most mit tudom én az influenza tüneteket, de nekem még annyi se volt, tehát hogy egy napig köhögtem, köszönöm szépen, és akkor erre én vegyek fel mindenféle oltást. Na mindegy, de most ugye erről megoszlanak a vélemények, nekem ez a véleményem, köszönöm szépen. És hogy nagyon sok fiatal, ismerőseim, barátaim, haverok, ugye ugyanezen a véleményen voltak, hogy hát ők se tudják, hogy mit adnak be, ő erre nem fog oltakozni. Na ne félj, amikor bejött ez a szabályozás, hogy fesztiválokra és koncertekre nem lehet menni csak oltásra védettségivel, Másnapra szegények akkor mind. várjál, akkor az én véleményem az ugye az volt, hogy hát most jó, hát köszönöm szépen, ezzel azért szerintem sok vizet nem fognak megzavarni a fiatalok körébe, azért az embereknek az elvei, az egészség, stb.
hogyha ezt gondolja, amit mondjuk én, akkor szerintem többre tartja, mint az, hogy most elmenjen az Ozora Fesztiválra, vagy nem tudom hova. Aha. Két hét se telt bele, Vandi. Két hét se. És azok, akik nagyba mondták, hogy... Aha. Hát a Sputnik, hát a kínai, hát a izé, és teljesen megváltozott a vélemény, és engem nem az zavar, hogy mert őket zavarja, hogy én nem vagyok beoltva. Tehát őket nagyba zavarja. Engem nem érdekel, hogy ki van beoltva. De hogy azért, mert hogy egy tankcsapdára se tudok velük elmenni, érted? Értem. Tehát, amikor itt tartunk, amikor ez a szint van a 25 év alattiakban, akkor azért nagyon-nagyon meg tudok ijedni a jövőmet illetően, hogy azért ezek az emberek nekem a kortársaim lesznek. Tehát akivel én most haverkodok, és most 40-50-60 éves, az amikor én leszek 40-50-60, nagy eséllyel már halott lesz. És ezek az emberek azok, akikkel én meg fogok öregedni, akik a szomszédaim lesznek hosszú távon, a kortársaim, stb., akik aktívan részt fognak venni a szociális életben. És amikor tudom, hogy ez vár rám, És még ez nem a útnak az alja. Engem ez nagyon megijeszt. És most nem az oltás miatt, hanem az elvek miatt. Tehát, hogy most szarok rá arra, hogy az oltás meg az izé, csak az elvek, hogy mennyiért el lehet adni a saját elveit az embernek. Olcsó, persze. Na, miért csináltam én ezt a videót most igazából? Ezt szeretném elmagyarázni. Tehát, nyíltan beszélek, mert nincs nagyon vesztenivalóm, tehát maximum a engem gyalázók alacsony intelligenciájából adódó idegesség, de azt meg már lenyelem, hogy nekem van egy véleményem. És már mindenről, meg nagyon sok mindenről, persze felnőtt értelmes ember, hogy miért ne lehetne véleményem. A lényeg, hogy engem nem zavar, ha utálod a melegeket. Engem nem zavar, ha szereted őket. Engem nem zavar, ha nincs álláspontod. Engem nem zavar, hogyha te szereted az elektromos autókat. Engem nem zavar, ha nem szereted őket. Én mindegyik témával el vagyok. És ugyanígy a Covid-dal, és ugyanígy és nagyon sok mindenről elmondhatjuk, hogy nem érdekel, hogy állsz hozzá. Csak amikor hozzáállsz, akkor az a vélemény valami alapján legyen megalapozva. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy utálod a melegeket, vagy szeretnéd őket segíteni, vagy nem tudom, tehát bármi más, akkor az a vélemény, azt gondold át, alapozd meg, és győződj meg róla, hogy az nem más véleménye. Nem a kedvenc YouTube sztárodé, vagy nem csak a kedvenc YouTube sztárodé, nem csak a kedvenc politikusodé, és valaki olyanok beszéltek a fejedben, akiknek az érveit egy tapasztalat és egy logika alapján összeraktad. Ugyanis, ahogy én látom, a mai emberek, meg sajnos a mai fiatalok, csak nagy része böfög, röfög, hörög, és nem történik igazából más, minthogy egy idióta módon, saját gondolatvilág nélkül ostobán szajkózza a neki elmondott hülyeségeket. Ugye? Tehát ezt sajnos igen, így elmondhatjuk. Hogy legyen véleményed, azt alapozd meg, gondold át, kérlek, ne légy seghülye. Hanem legyél valaki az életben, legyen egy véleményed, és tudd, hogy azt miért mondod. Ne csak böfögél, mint egy idióta, bele a nagyvilágba. És ez a rohadt nehéz. Ez a rohadt nehéz, hogy gondolkodjunk. Mert szerintem ilyen nehéz dolgot, ilyen nehéz sorsot, hogy gondolkodni kell, a nagyon sok ember nem tud már feldolgozni. Nem tudja ezt a problémát abszolválni, hogy gondolkodjon. Azt mondta az internet, azt mondta az vezető politikus a Magyar Egyen, meg azt mondta a tévé. A tévébe bemondták, hogy a tévébe az interneten a brit tudósok megállapították, érted? De a brit tudósokról mindig el fogom mondani ugyanezt a viccet, a magyar ember az olyan, hogyha utaznak egy buszon, brit tudósok megállapították, hogyha utaznak egy buszon heten, és leszállnak 9-en, akkor két embernek fel kell szállni, hogy üres legyen a busz.
így gondolkodunk, mert a brit tudósok ezt megmondták, akkor ez így van. Tehát nem, legyen saját gondolatvilágod, saját véleményed, és gondold végig. Na azért, mert a politikai pártállásod milyen, mert tudod, ez a... Ha 40 IQ alatt vagy, akkor csak annyit tudsz mondani, hogy soros migráns Gyurcsány, akkor 60 IQ-tól jön a magyar egy, 80 IQ-tól azt mondta az internet. És valahol ilyen 100-110-120 IQ-nál érjük el azt, hogy az ember könyveket olvas, újságokat olvas, utána néz, megpróbál saját világképet alkotni. Kurva nehéz. Kurva nehéz, de megoldható. Igaz, Elevente? Igen, igen, törekedni kell arra, hogy ne legyél hülye a mai világban. Hát, magyar, de tudod, hogy mi van, hogy a mai magyar az mindenél okosabbnak hiszi magát, ugye? Ez olyan volt egyébként, csak az utána nézésről mennyi energiába telik egyébként. Amikor én, ugye volt ez, hogy nem is tudom hozzánk, ugye 2020 márciusában érkezett el a vírus, de ugye 2019 évvége vagy 20 év eleje már ugye írtak, 20 január végén kezdték el. Igaz? Na, Leventét elvesztettük, gyerekek. Hát, jó. Ha ő elveszett, akkor én azért még így befagyasztom az életemet. Többi. Várjál már, kidobott engem, képzeld el, bocsánat, a Discord, hogy Discordról beszélgetünk. Tehát ott tartottunk, hogy 20 január elé, 20 január végén kezdett. Bocsánat, tehát valahogy ugye akkor kezdett el ez a vírus ilyen hintéseket, tudod, hogy Wuhanba, Kínába valahol van egy halálos vírus, és akkor egy terjeng, és ez már ugye 3 hónap előtte, mielőtt ugye megjelent, már ugye lehetett ezekről olvasni. Igen. És én ugye azért alapvetően, most hogy mondjam, tehát nem minden reggel azzal kezdem, hogy így a szaklapokat felolvasgatom, és én nem hallottam erről a vírusról. És ugye én ilyenkor, ekkor tehát, hogy biztonságőrként dolgoztam, ami azt jelenti, hogy 6-700-800 emberrel voltam közvetlen egy légtérben kapcsolatban napi szinten. Uh-huh. És ugye jött át egy kollega, és ő mondta, hogy van egy kibaszott, veszélyes, halálos vírus, uh-huh. ami valami Wuhanból, valami denevér által elterjed, és nehogy világkatasztrófa legyen, mert ez halálos, és nem tudom hány 90%-os halálozási ráta, és nincs ellen egy gyógyszer, se vakcina, semmi megoldás. És ez volt az alapinfó. Na most az a helyzet, hogy kb. 70-80 voltunk ott, amikor ez a srác erről beszélt, nem egy ilyen forgalmas napunk volt, és a hétből, mondjuk egy ilyen 5 srác egyből elkezdett konteózni, beszélgetni, hogy mi ez, hogy lehet, stb. Én azért úgy fölnéztem a netre egy pillanatra, és megnéztem, hát természetesen nem magyarul, én amerikai, meg angol, meg újságokat nézegettem, meg híreket, és ugye elolvastam, hogy mi is ez. Uh-huh. Megnéztem egy ilyen 15-20 darab cikket, úgy végig a következő egy órába, és ott írták, hogy ez a vírus, leírták, hogy de ezek hivatalos, elég nagy nevű, tehát mint mondjuk itt a Magyarországon a HVG, vagy valami hasonló. Leírták, hogy kik fertőzöttek meg, milyen tüneteket produkáltak, tehát gyakorlatilag tök jól leírták a vírust, és ugye ott volt minden egyes, tehát a 15-20 cikkben az volt a közös, amikor elmondták, hogy nagyjából az idősekre jelent veszélyt, fiataloknál enyhe tünetek, vagy akár tünetmentesség lép fel. És tudod, hogy kijöttem, és ugye megosztottam a tapasztalatokat a fiatalokkal, és én voltam a leghülyébb, hogy én ezt honnan veszem, amikor ez egy halálos vírus. Már azt mondta a internet? Nem, ők nem néztek utána. Tehát én utána néztem, jó, egy 15-20 cikket, hogy halálos. Tehát honnan vették? Mert ezt ők megbeszélték. Ők megbeszélték. Tehát ők megtudták azt, hogy... Persze, tehát hogy a kollégájuk mondta nekik, ugye, hogy ez egy halálos vírus, és mi megdöblünk, hogyha ez idejön.
ők ezt egymás között megbeszélték, én ugye addig félrevonultam, egy 15-20 cikket elolvasgattam, megnéztem, hogy mik a közös dolgok benne, mik a mik változók, stb. 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 Utána néztem ugye a forrásoknak, az oldalak, stb. Egy óra alatt megvolt az egész, és én voltam a hülye. Ez sajnos ismerős, igen. Tehát ha belegondolsz, hogy ha ez nem kerül be a hírekben, meg mondjuk a kínai kormány eltusolja, ezt az egész sztorit nem vettük volna észre, igaz? Pontosan. Semmit. Hát figyelj, én most Semmit nem megnéztem vettünk, a nem tudtuk, KSH-n. igen. Figyelj, a KSH-n megnéztem a tavalyi halálozásokat, és Fönt van már a hát figyelj, teljes évi. szerintem. Én úgy tudom, hogy igen. Ha Már jól január láttam. 10-valahányadikán. És tudom, Ha jól hányadikon. láttam, akkor fönn van. Már teljesen. Nem már. Erre várok. Na, ja. Hogy van ez itt? Hogy kell nézni? Valami itt. Ó, már ki január. Mi? 2021 január. 2021 márciust látok itt. KSH oldalom. Nézem el, néztem én is, aha. Érdekel engem is a téma, erre várok. De a KSH De ugye oldalon... 2019 meg 20-at néztem, és Aha! például ott... 21. december 13-ig. 21. december 19. Aha! Na, de az összesítettet, ha megtalad, azt küld már el, engem is érdekel. Mert... ez egy másik oldal. Oké, megértettem. Mert nagyon-nagyon-nagyon érdekel engem is, hogy mi történik, mert hogyha szignifikánsan nem tér el a halálozások szám, akkor valaki hülyének van nézve. Hát figyelj, én a 19-20-asat hasonlítottam össze, és ha jól emlékszem, 20-ba kevesebben haltak meg, mint 19-be. És ezt annak tudták be, hogy mivel ugye voltak a lezárások, ezért az emberek nem közlekedtek annyit, és például nem volt annyi közlekedési baleset. Aha. Ja. Na jó. Én ilyenkor Igen, mert ugye beszoktam... Magyarországon 20 ezer ember hal meg közlekedési balesetben, én nem Igen, igen, igen. Jó. Igen, tehát most ott tartunk, hogy a 20-as és a 21, tehát két lezárt évünk van. Ugye? Tehát a 20-as és Te a azt 21... Tehát közben? Nem találtam meg, az a baj. Ja? Csak próbálom azt, hogy... Na mindegy, az ennyi, hogy két teljes évet zártunk le, és kíváncsi vagyok, hogy ez a 30-40 ezer emberi, ez igaz-e évente? Vagy pedig szarduma is pontosan olyan halnak meg, mint máskor. Igen, ez engem is érdekelne. Mert hogyha mondjuk tegyük fel, az van, hogy 40 ezer halál, de csak 15 ezer emberrel halt meg több, akkor kérdéses ugye a többi. Tehát, hogy... Az a baj, hogy össze-vissza mindent ír, csak azt nem, amit kéne. Negyed évre kumulált van, de nekem nem negyed év kéne. Ország összesen. Hát én nem tudom. Halló, Bandi! Mert itt találtam egyet, de az érdekes. Megvan. 2019-ben 129.603-an haltak meg Magyarországon, 2020-ban 141.002-en, és 2021-ben 111.041-en. Üh! Ez a Üh! ksh.hu per stadat, alsó vonás files, per nep, per hu, per NEP 0069.html oldal, tehát hogy valaki esetleg, hogyha nem vágna, hogy honnan Na szeretne várjál, tehát akkor olvassa. 2021-ben, ahol a legnagyobb halálozások voltak, ott, ha Ahova jól írják sejtem, a akkor... hülye baloldali politikusok is, hogy 40 ezer. Ott akkor 20 ezer emberrel kevesebb halt Igen, meg igen, tavaly, mint igen, tavaly igen. előtt? Igen. Nem 20 ezerrel, 30-al. Vagy 30-al? 30. Igen. 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 De ez nem Aha. szignifikáns számok. Tehát nekem sem a 140 ezer, sem a 110 ezer nem jelent világ végét.
Érted, mit mondok? Tehát most Hogy mondjam, tehát olyan ebből azért szinten. a 3%-os változóból nem egy spanyol náthára asszociál az Hát ember, nem nem? 30, hanem Tehát, 30, de igen. Tehát nem, nem, tehát itt nem az történt, hogy kipusztult az ország. Lenne 1,5 millió halott, akkor azt mondanám, hogy úristen, érted, spanyol nátha. De nem, bazd meg, hanem itt játszunk ilyen egy darabos számokkal, könyörgöm. Tehát még mindig várom azt az embert, aki fenyegetőzés, anyázás és hatalom, tudod, a tanár rátszól, hogy fogba pofád, én beszélek, mert én vagyok a tanár. Tehát ugye a személyes hatalommal való elnyomás nélkül azt mondja, hogy András, figyelj rá, amikor a 2-3 évente, de inkább 2 évente a nagy influenza járványban meghalt 30-40 ezer ember, igenis főleg a nyugdíjasokat pusztította, hiszen nekik gyengébb a szervezetük. Ugyanilyen nagy meglepetés, kedves András. És meghalt ugyanúgy 110, 130, 140, ó, uram, bocsánat, 145 ezer ember is akár egy évben. Majd jön ez a járvány, amiről kihirdetik, hogy úgy pusztít végig a világon, mintha óránként esne egy aszteroida a Földre, és igazából hát a krónikus betegeket, az öregeket sújtja valamennyire, és kiírunk hatalmas számokat, hogy mennyien meghaltak, majd a halálozási ráta egyáltalán nem tér el a többitől. Akkor ez azért van, kedves András, mert te hülye vagy, és nem érted, hogy veszély van. Várom, hogy ezt valaki így az arcomba mondja. Hogy a Spinoza-féle tények, amik nem hazudnak, azok nem számítanak. És a végére, amivel szeretném is zárni ezt a beszélgetést, mert úgy tudunk újat hozzátenni, hogy ha én ezt a magam elé teszem ezt a táblát, amit most nézek a halálozásokról, és nem látom benne az eltérést, ezt jó magasra teszem a falra egy nagy táblára, mire jön a hatalom embere, meg az összes okos tojás, aki ebből hasznot húz, vagy egyszerűen ostoba és a média irányítja a két sejtjét. És mit mond ezekre a táblákra nézve? András, ne nézz fel. Don't look up. Hát, szerintem ez ennyi. Pontosan! Nadi, ez olyan, hogy ne a szemednek higgyél, hanem a politikusoknak. Igen. 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 Tehát Igen, én csak ne nézz fel. észérveket szeretnék, amik tényeken alapulnak. Ismételjük-e még egyszer mondjuk az elmúlt 3 évet akkor? Tehát 19-20-21? 19, Nagyságrendileg? 129.603, 130. 141.002 és 111.041, de valamiért a 2021 az kék. De fingom nincs, hogy miért kék. Tehát a többi az fekete. Na mindegy. Tehát Igen, 120, előző, bocsánat, 100. bocsánat, a kék az csak előzetes adat. Tehát akkor úgy mondom neked, hogy kerekítsünk, mert egyszerűbb kerekíteni. 130, 140, 110. De írják. Zseniális Ja gyerekek. nem, bocsánat, ezt most én vissza revidálom az álláspontom, én mondtam hülyeséget, ugyanis a 110 az az 1/3 év. Tehát nem tudjuk még akkor. Bocsánat, 1/3, Aha. csak közben két monitoron körülbelül 5 nyitott ablakkal mókolok, hogy találjak még adatokat, de nem tudom. Jó, akkor 110 a 111 a 1/3 évi, tehát egy átlagos negyed évhoz 30-at mondjuk, akkor még mondjuk felérünk 145-ig, megértettem. Tehát, érted? Tehát mondjuk úgy, hogy Tehát akkor az akkor pont elmúlt... annyi, mint 2020-ban, meg mondjuk 18-ban, meg Igen, 17-ben. tehát, de érted? Tehát itt most a 5000 emberekről beszélgetünk, és össze-vissza. Tehát, érted, mikor, hogy van az emberek értrendszere, meg hogyan táplálkoznak, Az hogy... alapján, igen, tehát ezt akartam mondani, hogy az alapján, amit a média lehoz, 200 000-et vártunk a 120 helyett Igen, mondjuk. igen, Tehát, hogy igen, így. igen, igen, félmilliót. Tehát azt mondom, hogy félmillió halott van, amit mélységesen nem szeretnék és sajnálnék, mert célom Magyarország kipusztításának látása. De akkor azt mondom, hogy történt valami. De itt bűvészkedünk a Igen. számokkal. Mondom, ez a 111 ezer a első árnyérévi előzetes, tehát még csak nem is végleges, felmegy 140-145-ig. Hát, ok.
Vissza kell nézni. Az előző 20 évit kéne visszanézni, csak azt így most live-ban nem akarom így elkezdeni mókolni, de én azt mondom, hogy akkor majd egyszer megcsináljuk azt, hogy visszamegyünk egy 20-30-40 évet, és az alapján megnézzük. De mondom, nincs miről beszélni, mert nem érdekel, hogy 110-120-130 ezer, mert ezek nem bizonyító jellegűek. Tehát most gondolj bele, egyik nap mínusz 18 fok volt éjszaka. Szerintem 1000 hajléktalan meghalt. Tehát akkor most puff, már is Covid, érted? Tehát, hát meg a rákban mennyien halnak meg, érted? Tehát, hogy most így... nem kezelik az embereket a kórházakban. Hogy ne? Tehát omlanak össze a kórházak. Hogy ne? 16 új stadionkon kórházunk meg omlanak össze. Tehát állj, ne is. Tapsoljatok nekik, nyomjátok a seggüket, mert vannak... Jaj, múltkor volt egy nagyon jó, hogy nem értem az iskolában menzen még a gyerekeknek az ebédért fizetni, mikor az elítéltek nem fizetnek a börtönben. Jó. Tehát hogy mondjam, az átlagember, főleg az ostoba magyar átlagember demagógiával bármikor irányítható, és csak mekegni fog, mint a kecske, ismétli, megosztja Facebookon, és úgy is szavaz. Érted? Tehát ezek történnek. Ezek történnek. Sajnos, igazából ezt a beszélgetést nem a Covid ellen szánjuk, nem a LMBTQ ellen szánjuk, nem az elektromos autók ellen szánjuk, hanem az agyatlansága, gondolkodni nem képesség. Csak ezt... Ezért nem látogatnak be minket az UFO? Na. Na. Úgyhogy, én azon a véleményem vagyok, hogy az UFO-k azért nem pusztítanak ki minket, még a Predator meg ilyen semmilyen izéért, tudod, ilyen gyilkosabb hajlamú lények sem, hát mindig ők megölik saját magukattól, azt így arrébb mennek. Ide minek avatkozzunk be, minek zavarjuk meg őket, érted? Tudod, ez a nálunk ez ilyen űrgalaktikás szabály, hogy exponenciálisan gyorsuló folyamatban nem avatkozunk bele. Igen, úgyhogy nem vagy, ezt majd megértitek egyszer, de akkor már késő lesz szerintem. Mert itt a Földön az emberek nem boldogok, még azok se, akiknek van kvarc órájuk. És törőközőjük. Jaj, hát az, igen. Te egy nagyon klufi srác vagy. Igazi sahár. Na, köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszi, Levi, hogy itt voltál. Csillvás, csillpacsi, sziasztok. Sziasztok.